Minden magyar. Petőfi Rádió. Ez a hazai Mákkatával. A mai téma. Ma különféle szörtelenítési módszerekről fogunk beszélni, illetve azok előnyeiről és hátrányairól. Egy nagyon aktuális téma, hiszen ugye itt a jó idő beköszöntével azért most már egyre több minden kilátszik a ruhák alól, és hát, hogy egy kicsit ebben is segítsünk, Nagy Krisztina már itt is van vendégként, intim kozmetikus, a Naturity alapítója. Szia, Kriszta! Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat! A sejmes, puha tapintású bőr, mondani a baba bőr, a szörtelenség iránti igény egyébként az ókorig nyúlik vissza, és hát ugye akkor még, meg hát talán azóta is van, aki a legfájdalmasabb módszerektől sem riad vissza, de hát ezért sokat fejlődött a technika. Én azt hallottam, azt olvastam, hogy régen például bogarakat használtak, olyan bogarat, ami egyesével rákcsálta le a szőrszálakat, hát azért ezt ma már nehezen tudnánk elképzelni, pedig régen így próbáltak megszabadulni a szőrszálaktól. Abszolút, ennél már azért korszerűbb megoldások vannak, meg némileg biztonságosak is, bár azért fontos figyelembe venni, mindig azt szoktam mondani, hogy egyrészt ugye szőrtelenség, ez mindig évről évre egy picit ilyen-olyan divat hullám felveti a fejét, hogy most szőrösen vagy nem szőrösen. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy egyéni igénykérdés, hogy szeretné-e vagy nem szeretné, és ma már nagyon sok szőrtelenítési eljárás létezik. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy bőrtípusnak megfelelően, tehát egy picit jobban érdemes jobban körbejárni, hogy ezeket a különböző szőrtelenítési eljárásokat. Mindennek van, azt gondolom, hogy előnye, hátránya, érdemes figyelembe venni a testi adottságokat, a bőrnek az adottságait, milyen életmódot folytatunk, mi a legmegfelelőbb számunkra, és ami ennél sokkal-sokkal fontosabb, és ez abszolút szívügyemmé vált most már, hát egy jó pár éve, ugye 15 évvel csak ezzel foglalkozom, hogy bármilyen szőrtelenítési eljárást alkalmazunk, a bőr állapota, ugye kevés az, hogy szőrtelen, ha nincs rendben a bőr, tehát nápolyon fontos a helyes bőrápolás, kifejezetten intim területen, és hogy ezt így valahogy ezt egy sokkal inkább azt gondolom, hogy körültekintően kell kezelni. Ugye a szőrnek van egy ilyen védekező rendszere, tehát a szőr az, ami megvédi a bőrünket, akár valamelyest a káros napsugaraktól, és egyéb más környezeti hatásoktól, tehát igazából az a legjobb, hogyha senki nem szabadulna ettől meg, de hát nyilván ez ma már azért nem így működik, sőt nem csak a nők szeretnek itt ott puha bársonyos bőrt, hanem a férfiak is. Egyre inkább. Abszolút. Na hát akkor vágjunk bele a közepébe, hogy milyen szőrtelenítési módszerek léteznek manapság. Hát ugye ami igencsak elterjedt, ugye a borotva egy gyors, hatékony, egyszerűnek tűnő dolog. Én azt szoktam mondani, hogy nincs alapvetően nem ördögtől való dolog a borotválkozás. Hosszú távú folyamatban azért nem a legbiztonságosabb, eredményesebb dolog. Ugye ezt itt nagyon sokan cáfolják, hogy megvitatják ezt a kérdést, hogy hát ugye valóban erősíti a szőrszálakat. Ez egy dolog, ugye itt keresztmetszeti ábrákat nézegetnek, figyelik, hogy mi hogyan. Azért azt ennél sokkal összetettebb a dolog, hogy hány szál nő egy tűzszőből, tehát hogy itt azért erőssége, tapintása, vizuális megítélése. De ami szerintem sokkal nagyobb probléma, hogy ugye mivel nem annyira hatékony, ezért újra és újra gyakorlatilag valaki naponta, két naponta, három naponta kezébe veszi a borotvát, és ezen nagyon-nagyon hát csúnya sebeket, mikrosérüléseket lehet okozni a bőr felszínén, főleg ha nincs kellő állapotban, egészségügyi állapotban, vagy rugalmasságban a bőre. Nagyon fontos a szőrtelenítésnél nem csak az utóápolás, hanem az előkezelés, tehát hogy megfelelő állapotba hozzam a bőrömet, legyen meg az a rugalmassága, az az ellenálló képessége, ami biztosítja azt, hogy ez egy biztonságos megoldás lesz. Úgyhogy tulajdonképpen
van egyszer ugye a borotválkozás, vannak különböző szőrtelenítő krémek, itt azért már biztonsági okokból mirigyes területeken azért ezt célszerű nem alkalmazni. Ez is egy gyors dolog. Mirigyes területek? Ilyen, egy kicsit akkor konkrétizáljuk, hát, hogy például a hónaj. Hónaj, intim területek, ugye egy nyálkahártya érintkezése, tehát hogy ez nem egy odavaló dolog. Arról nem beszélve, hogy gyakorlatilag ez a vegyi folyamat, ugye a keratinra hat, ami a bőrünk egyik építőeleme, tehát hogy ez nem egy hosszú távon, nem egy túl egészséges szőrtelenítési megoldás. Ugye csipeszelés, vágás, trimmelés, tehát hogy ezek a úgymond megint csak egy, hát a csipeszelés ugye, ha jó a technika, akkor ugye az hatékony. Na, vágás, mi a jó technika? Vágás az ugye rövidítünk, trimmelünk, formázunk, vannak az a ugye ezek a gépi kezelések, ami kezdetben végleges szőrtelenítésnek kihirdetett eljárások. Ne, gyorsítsuk fel ennyire a folyamatot, maradjunk egy kicsit a csipesznél, mert ugye azt mondtad, hogy ha jó a technika, akkor az is lehet egy ideig hatásos. Jó. Szóval, hogyha valaki szemöldök csipeszte ragad, de mondjuk nem feltétlenül csak a szemöldökét szeretné azzal kitépkedni, akkor mire kell odafigyelni? Hát nagyon fontos ugye, hogy ezek a szálak ne szakadjanak be lehetőségszerűen. Ugye ezt vagy látjuk, vagy nem, vagy érzékeljük, tehát ha valaki rutinos, ezt azért már meg tudja ítélni. Ugyanis alapvetően az ilyen úgynevezett tartósabb szőrtelenítési eljárásokkal, mint egy antázás, vagy leginkább ez, ami ugye egy ilyen mechanikai folyamat. Nagyon fontos, hogy egyrészt gyantázás között, illetve csipeszelés között erősen különbség van, mert ha nem megfelelően távolítjuk el, beszakadnak ezek a szálak, megváltozik az útja, nagyon-nagyon könnyen ugye szőrbenővés történik, gyulladásos folyamatok alakulnak ki, ami ugye megint csak egy kellemetlen diszkomfort érzet, főleg egy hajlatos területen, bikini vonal, ami folyamatosan irritálja, eleve egy olyan közeg, ami sokkal nehezebben gyógyul, picit mindig nedvesebb ez a terület, úgymond. Ez mind-mind egyrészt egy diszkomfort érzet, és hát vizuálisan is nem egy olyan dolog, amit mi nők vagy férfiak is, mert most már egyre inkább ők is erre nagyon figyelnek, hogy ne csak szőrtelen legyen, hanem egészséges is legyen a bőröm. Hogy milyen módszerek vannak még, már is tovább folytatjuk. Vendégem Nagy Krisztina, intim kozmetikus, a Naturity alapítója. Ha a szőrtelenítéssel kapcsolatban bármi olyan tapasztalatod van, amit szívesen megosztanál velünk, vagy ha esetleg kérdésed, akkor ezt is feltetted a 0630303380-as számon, illetve Viberen, vagy a Petőfi Rádió Facebook oldalán. A stúdióban Nagy Krisztina, intim kozmetikus, a Naturity alapítója. Ugye azt mondtad, hogy már 15 éve foglalkozol ezzel a területtel. Azért gyorsan elmeséled, hogy honnan indultál, és miért lyukadtál ki itt, ahol most tartasz? Ez szerintem egy érdekes történet. Igen, hát egész kicsi korom óta, 10-12 éves voltam, amikor már ezt kiszemeltem magamnak ezt a szakterületet, minden vágyam ez volt, hogy kozmetikus lehessek. Tulajdonképpen el köré építettem a tanulmányaimat, a fejlődést és a kísérletezést és a mi egymást. És akkor elkezdtem még gyakorlatilag még csak gondolatban szakemberként tanuló koromban, kezdeti időszakban betévedtem egy gyanútlanul egy kozmetikába, és hát ott úgy azért nagyon csúnyán elbántak velem, mind testileg, mind lelkileg. Ez egy elég megrázó pillanat volt, és én ugye mivel tudtam, hogy ezt a szakterületet választottam, és ez a szívem vágya, és én ezt jól akarom csinálni, akkor én ezt nem fogom csinálni. Tehát, hogy ez csak így lehet, akkor én ezt nem akarom csinálni. Aki esetleg most kapcsolatot be hozzánk, a mai témánk a szőrtelenítési módszerek és azok előnyei, illetve hátrányai. Ugye te kozmetikusként indultál, és aztán ezen a területen maradtál. Tehát rossz tapasztalataid voltak. Így van, és láttam oktatási szinten is, hogy ez, én úgy szoktam mondani, egy picit olyan lesajnált része a szakmán belül. Tehát, hogy oktatási szinten nem kaptuk meg, és mai napig azt látom a hozzánk
érkező partnerek erről csatolnak vissza, hogy hát nem tanultunk semmit. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon, még most is nagyon gyerekcipőben jár ez, és azt gondolom, hogy minden egyéb területünk, tehát ahol szőr borítja a testünket, és ahol ez igényként felmerül, hogy én ezt szeretném eltávolítani, mindenhol megvan a rizikója, de az intim területnél meg különösen fokozott ez, tehát hogy én úgy szoktam mondani, hogy az egyik legféltettebb kincsünk, tehát hogy miért ne érdemelne meg több figyelmet, vagy legalább annyi figyelmet, mint az arcunk, vagy a testünk egyéb területei. Ugye az, hogy milyen szőrtelenítési eljárások vannak, ezeket elkezdtük sorolni, vagy így átmenni rajta, hát agyon, nem is a csipesznél hagytuk abba, ugye beszéltünk borotváról, beszéltünk szőrtelenítő krémekről, ami nyilván hát nem hoz olyan tartós eredményt, szóval azt akár ilyen két naponta adott esetben használni kell. Az epilálás, illetve a gyantázás, ami talán ilyen hosszú távú eredményt nyújt, illetve most már ugye létezik ez az intenzív pulzáló fényt használó készülékek, vagyis az IPL-ek, és ezzel kapcsolatban jött is egy üzenet, hogy nekem nagyon problémás a bőröm ilyen szempontból, tele vagyok anyajegyekkel, a szőrzetem sötét és erős, mennyire ajánlott például az IPL készülékek használata egyáltalán lehetséges-e, okoz-e bőrgyógyászati problémát? Igen, hát egy teljesen jogos kérdés, és abszolút értem a kételyeket. Hűha, honnan kezdjem? Igazából ugye, amit egy picit belekaptam, hogy egyrészt nagyon hívogató az, hogy ez egy végleges szőrtelenítés, manapság már biztonsági okokból meg látjuk az adatokat, inkább tartós szőrtelenítésről beszélhetünk. Nekem alapvetően az a legnagyobb problémám ezzel az eljárással, hogy olyan kezekben van, ami nagyobb részt, ahol nem lenne szabad ezt végezni. Hát illetve most már besétálunk egy boltba, akkor mi is tudunk venni, és bárki tarthat otthon ilyen készüléket, és használhatja, ha kell, ha nem. Így van. Hát ennek megint csak egyéb kockázatai lehetnek, és itt a kérdező esetében meg különösen ugye egy anyajegy, ha sűrűn borított anyajegyről beszélünk, és ugye a nem szakszerű eljárás, ha azt nézem, hogy mennyire körültekintően választják ezt le, tapasztják le, tehát hogy ezeket az anyajegyeket ugye nem lenne szabad, hogy érje ez a behatás, ez a mesterséges fény, ez egy 72 fokos hőt termel a bőr 4 mm-ig. Tehát kérdezem én, mi történik ott. És reméljük senkinek semmi baja nem lesz. Több évtizedes tapasztalat nincs erre nézve. És nyilván most nem azt akarom mondani, hogy ez nem jó, vagy senkinek nem jó. Vannak nagyon jó új generációs készülékek, meg olyan minőségű gépek, amik orvosi kezekben, orvosi tudással, olyan háttér információkkal, hogy tényleg tudják, hogy mi történik és mit csinálnak. Azt gondolom, hogy ha bárki ilyenre adja a fejét, és ebben lát megoldást, akkor én mindenképp azt szoktam mondani, hogy orvosi kezekben végeztesse ezt el. Értelemszerű egy picit magasabb árkategóriában írják ezt, de azt gondolom, hogy megéri. Tehát, hogy csak úgy ne sétáljunk be a pont szembe jövő, vagy az utcasarkon lévő szalomba, ahol ezt végeztetik, mert hát pont egy ilyen anyajegynél nagyon-nagyon csúnya problémákat lehet eredményezni. És akkor még ugye nem említettük a gyantázást, illetve az epilálást, ami azt gondolom, hogy egy nagyon átfogó terep, és talán a legtöbben ezt használják, ezt lehet mondani? Vagy nem tudom, mi a tapasztalat? Szerintem ez a borotva, ez egy nagyon elterjedt, egy gyors, bemegyek a boltba, leveszem, rögtön eltávolítom. Azért itt is inkább ugye én azt szoktam mondani, és ha kérdeznek, akkor kialakulnak vélemények ezzel kapcsolatban, hogy miért jó a borotva, és miért jobb, mint a gyanta, vagy miért jobb a epilátor, mint a gyanta. Miért? Tehát, hogy igazából, amit mondtam is, mindegyiknek megvan az előnye, hátránya. Ez a gyors, könnyen elérhető,
ez némileg hoz is bizonyos problémákat. Nagyon sokan jönnek vendégek hozzánk, hogy ilyen bőrpanasszal, olyan bőrpanasszal, mert hát ez most csak mérhet felületről leszettem, hát mi gondom lehet. Ugyanúgy lehetnek szörbenövések, hámsérülések, irritációk, és ugyanúgy ott vannak azok a biztonsági szabályok minden szörtentési eljárásra, hogy mire figyelj oda, ha szörtelenítesz. Tehát hogyan állj hozzá, hogyan indulj el ezen az úton, mire kell figyelned az első egy-két napban, és a szörtentés után milyen fontos tudnivalók vannak. Na, ezeket fogjuk átvenni akkor a folytatásban. Itt a Petőfi Rádióban Nagy Krisztina intim kozmetikussal, a Naturity alapítójával. Ha szeretnéd megírni szörtelenítéssel kapcsolatos aggályaidat, kérdéseidet, ezt megteheted a Petőfi Rádió Facebook oldalán, vagy Viberen is elküldheted, illetve SMS számunk 0630 30 30 380. Ha jobban megismerkednél a mindennapokat meghatározó témákkal, itt a helyed. Ez a Hazai. Nagy Krisztina intim kozmetikus, a Naturity alapítója a vendégem ebben az órában. A szörtelenítési módszerekről, azok előnyeiről és hátrányairól beszélgetünk. Hát a nagy területet még kihagytunk, az epilálás, illetve a gyantás szörtelenítés. Ugye gyantákból is már többfélét lehet kapni. Ezek közül melyikről mi a tapasztalatod? Hát egyrésztről ugye vannak a mi kereskedelmi forgalomban kapható gyanta, gyantázásra szánt alapanyagok, ilyen hideggyanta, mikróban felmelegíthető, vagy aki már nagyon profi, akkor készülékkel rendelkezik. Illetve van ezekre most már ugye szolgáltatás, kifejezetten erre a területre, vagy erre a szakterületre léteznek most már nagyon jó szalonok, akik csak erre specializálódtak, illetve hát ugye kozmetikai szinten, kozmetikus szinten végzik ezt az eljárást. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon sok ügyeskező laikus van, aki nagyon jól el tudja végezni otthon lábkar, végtagok gyantázását, bár azért ott is megvannak az érzékenységek. Ugyanakkor azért a lágyabb területekre én mindig azt szoktam mondani, hogy azért ez érdemes inkább szakemberre bízni, nem látjuk úgy a területet, nem tudjuk feszíteni, nincs ráhatásunk, különböző szörnövekedési irányok vannak, ami azért nagyon-nagyon nagy baleseteket lehet okozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyik legősébb és a legbiztonságosabb, legjobban kipróbált szörtelenítési eljárás, nem véletlenül tettem le a voksomat én is emellett. És hát annyit ad, amennyit ígér. Tehát, hogy ez, uh-huh. én azt gondolom, hogy lehet, hogy kevesebbet ígér, mint egy végleges szörtelenítés, vagy egy tartós szörtelenítés, de biztonságban, hatékonyságban, és azért itt is azt látjuk, és a vendégek újra és újra visszacsatolnak, hogy itt tényleg minőségi, mennyiségbeli változást lehet elérni. Akinek ez a terület szimpatikusabb, az nyilván ezt választja. Ugye említetted, hogy szörtelenítés előtt fontos megnézni, hogy egyáltalán milyen állapotban van a bőrünk. Mit javasolsz, mielőtt bárki is szörtelenítésre adja a fejét, mit vizsgáljon meg, mit tegyen? Nagyon-nagyon fontos, bármilyen szörtelenítési eljárást is választunk, hogy a bőr kész legyen erre a mechanikai behatásra, meg legyen a rugalmassága, az a vízháztartása, tehát hogy ugyanolyan hidratáltságra szüksége van erre, ezen a területen is. Mindentől függetlenül, tehát hogy most, ha nem szörtelenítünk, akkor is azt gondolom, de ha meg ráadásul még szörtelenítünk is, akkor ez nagyon-nagyon fontos. Sokkal könnyebben veszi az akadályokat, sokkal ellenállóbb a bőr. Úgyhogy alapvetően ez nagyon fontos, hogy, és nyilván ennél összetettebb a dolog, nagyon fontos ennek egy része, hogy ezt sokkal tudatosabban kezeljük, hogy amit gyakran előfordul, és észreveszek, és tapasztalok az elmúlt 15 évben, hogy a nem tudatos termékhasználat sokszor okoz olyan problémákat, ami miatt egy szörtelenítés után komoly problémák lépnek
merülnek fel. Mik ezek a problémák? Tudsz mondani pár példát? Abszolút, tehát hogy úgyis ott van a végtagom mellett, a lábam mellett ez a kincsem. Miért nem moshatnám ezt is tusfürdővel? Uh-huh. Vagy miért ne használhatnám azt a testápolót, amit a kezemre, lábamra használok? Ezek most tényleg a legegyszerűbb példák ezzel kapcsolatosan. Nagyon-nagyon sokszor ugye vagy túlszárítás, vagy túl zsírosítás, tehát egy bőrtípus eltolódás történik, ami már ugye fokozza ennek a szörtelenítésnek, az adott szörtelenítésnek a veszélyeit, tehát hogy előtte is, utána is, közben is, tehát hogy ez erre nagyon fontos odafigyelni. Ha valaki gyantával szeretne szörteleníteni, ott mik a fontos szabályok, amit mindenképpen tudni kell és szem előtt kell tartani? Ha otthon végzi a szörtelenítést, ha professzionális környezetben, nagyon-nagyon fontos, ha valaki már annyira tudatos ebben az intim bőrápolásban, hogy használ esetleg bőrfrissítést, radírozást, előkészíti a bőrt, akkor ez fontos tudni, hogy szörtelenítés előtt akkor egy-két napot fontos, hogy ez ne történjen meg, vagy aznap ne történjen meg. Lehetőségszerűen ne nagy kátfürdőzés vagy úszóedzés után végezze ezt a szörtelenítési beavatkozást. Nagyon fontos, hogy a nagy nap intenzív napozás, szolárium az megint csak érzékenyé teszi, kiszárítja, irritáltabb lesz a bőr, sokkal maga a kezelés is egy sokkal érzékenyebb lehetséges, illetve a bőr is sokkal lassabban nyugszik meg. A szőr növekedési irányával ellentétesen kell a gyantát használni vagy lehúzni, ugye? Itt különböző nézetek vannak, igen, ezzel kapcsolatosan. Vannak különböző anyagok, amik különböző technológiát igényelnek. Mindenkinek más az elmélete. Én annak idején, ugye amikor elindultam ezen az úton, és azt mondtam, hogy de mégis én ezt szeretném csinálni, mert ott volt az igény, és ott volt az a fajta vágy, hogy ezt valahogy jól csinálni, és láttam, hogy ez nagyon gyerekcipőben jár, és ez érdemel ez a területünk annyit, hogy ezzel tényleg szívvel, lélekkel, és ma a vendégeinknek nem csak azt a jó minőséget adjuk, amitől egészségesen tud mozogni, hanem a lelki vonatkozásban is egy olyan bánásmódot és egy olyan fogadtatást kapnak, amitől ez tényleg egy ilyen könnyedség és egy felszabadult érzés lesz. Ez a Hazai, a Petőfi Rádióban. A szörtelenítési módszerek előnyeiről és hátrányairól beszélgetünk Nagy Krisztina intim kozmetikussal, a Naturity alapítójával, hiszen ugye vannak egyrészt olyan területek, ahol hát tényleg még jobban oda kell figyelnünk, hiszen sokkal vékonyabb a bőr, más eljárás kell alkalmazni, hát főleg ugye, ahogy említetted, nagyon fontos a bőrápolás előtte és utána, tehát tulajdonképpen egy szörtelenítésre fel kell készítenünk a bőrünket, hiszen ott éri egy olyan mechanikai hatás, amire jó, ha az ember felkészül. Ugye itt különböző bőrápolási dolgokat már említettél, így például intim területen például lehet, hogy másféle tusfürdőt kell választani, mint amit egyébként a testünk többi részére használunk, és ugyanez vonatkozik a krémekre is. Hogyha már megvan ez az alapvető felkészülés, és utána történik egy szörtelenítés, mondjuk otthon, ha valaki gyantázni szeretne, akkor még mire kell odafigyelnie, mert azért itt nagyon csúnya balesetek tudnak előfordulni. Abszolút. Hát ugye az előkészítés, amiről már beszéltünk, az nagyon fontos. Amit így részben érintettünk is, hogy azt gondolom, hogy mindenki mérje fel a képességeit, hogy mennyire tudja ezt biztonságosan elvégezni magán, vagy egymáson is szokták ugye ezt így egy ilyen huncut pillanatban, akkor egy csajos pillanatban. Én továbbra is azt mondom, hogy ha valaki ezt érzi, hogy
hogy ebben ügyes és ezt meg tudja oldani, akkor hát ugye kereskedelmi forgalomban is már vannak, én ezt a hideggyantát nem annyira tartom jónak, vagy nem ahhoz nyúlnék így, ha tanácsot adhatok. Hatékonyságban eléggé inkább csak az elhalt meg a felső hámréteget tudjuk irritálni ezzel, és sok esetben meg a szőrszálakat pont a lényeg ott marad. Pont a lényeg ott marad, úgyhogy ez olyan nagyon hívogató, gyors, bármikor még a kocsiba is el tudod végezni, de azt gondolom, hogy ez ilyet érdemes elkerülni. Én azt gondolom továbbra is, hogy olyan látságú területeken, tehát hogy én a vendégeinknek is azt szoktuk mondani, hogy persze ügyesen meg tud csinálni a lábadat, akkor ez így oké. Maximum a kényelem, meg a bőrápolás az, amivel plusz-pluszt tudunk nyújtani. Ugyanakkor meg olyan látságú területeken, tehát akár a hónaj, az intimek különösen egy sokkal magasabb egy minőséget, professzionalizmust igényel, hogy ne legyen ott semmilyen baj. Hajlatok, nagyon vékony a bőr, amit említettél is, sérülékeny. Szóval azért azt gondolom, hogy ne árnyékolja be az úgynevezett félszörtelenség azt az érzetet, amit ez tud eredményezni. Például egy gyantázás előtt érdemes hintőporozni? Gyantázás előtt alapvetően ami nagyon-nagyon fontos, hogy kellőképpen előkészítsük a bőrt, zsírtalanítsuk, fertőtlenítsük ugye a területet, ugye a szőrszálakat hagymástól távolítjuk el a szőrtűszőből, és ugye egy védtelenné, tehát ez a pajzs, ez a védekező mechanizmus, ez ugye ideig, óráig, jó pár óráig gyakorlatilag megszűnik. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a körültekintő, hogy tiszta kézzel, én nagyon-nagyon érzékeny vagyok erre a higiéniára, és erre is nagy gondot fordítunk, hogy a kellőképpen ugye az agyantázott területet fertőtlenítsük, zsírtalanítsuk, és abszolút, amit említettél is, hogy egy picit ezt felítatva ezt a előkészítőt, ugyanakkor meg visszapúderáljuk, tehát hogy szárazabb legyen a terület, jobban gyantának a tapadása, és hatékonyabb lesz a szőrtelenítés. Tehát, hogy most egy testápolás után nekiesni ennek, akkor nem csoda, hogy valami nem stimmel, vagy az anyag pereg le, vagy a szőrszál maradott, mert ugye nincs, nem lesz túl hatékony. Miért fontos az, hogy kifeszítsük a bőrt, például, amikor letépjük a gyantacsíkot? Hát ugye itt nagyon összetett ugye technikailag, hogy mi minden nagyon fontos, attól függ, hogy milyen területről beszélünk, tehát hogy vannak rugalmasabb, feszesebb területek ugye a testen, tehát hogy ahol kevésbé fontos ennek, vagy nincs akkora jelentősége. Intim területnél ugye sokkal lágyabb, megint csak az érzékenység, tehát ez a mechanikai behatás, ha csak úgy rántjuk föl a bőrt, akkor azért nagyon csúnya sérüléseket lehet okozni ezáltal. Hát igen, tehát vannak olyan területek, amihez nem biztos, hogy úgy hozzáférünk, ahogyan szeretnénk, és ezért érdemes akkor szakemberhez fordulni, hogy mondjuk ne egy nagy véraláfutás legyen a helyén, és a szőrrel együtt ott maradjon minden. Nagy Krisztina intim kozmetikus a vendégem, a Naturity alapítója. Ha van kérdésed, bátran tedd fel, 0630303380 az SMS számunk, ha Viberen üzenél, ír be a keresőbe előtt, hogy Petőfi Rádió. Ez a hazai Mákkatával. Vendégem Nagy Krisztina intim kozmetikus, a Naturity alapítója. A különféle szőrtelenítési módszerek előnyeiről, illetve hátrányairól beszélgetünk, és te itt a hosszú évek során ugye kifejlesztettél egy olyan szőrtelenítő anyagot, ami hát a lehető legkisebb fájdalommal jár. Mit tudhatunk erről? Egyrészt ugye 15 éve, amikor ugye erre fordultam, erre az irányra, a technológiát, ez volt az elsődleges, hogy a technológiát úgy nagyon sokat magamon gyantáztam, kísérleteztem anyagokkal, a meglévő anyagokkal, és valahogy nyilván most már rengetegféle anyag létezik, valamivel mindig valami kis bajom volt, hogy ez túl ragadós, túlságosan irritálja a bőrt, az meg túlságosan szárad, tehát hogy mindegyiknek megvolt a maga kis érzékenysége, és akkoriban jó, hát akkor, ha itt van a
vannak ezek az anyagok, akkor csináljunk belőle valami olyat, ami nekem azt gondolom, hogy jó és jónak gondolok, amint egyrészt hatékony is, és a bőrt is kíméli, és akkor kikevertem. Gyakorlatilag ez egy meglévő bevizsgált hatóanyagok meg gyantáknak egy keveréke volt, de ez a kezdet. Tulajdonképpen már ugye saját anyag, saját gyártású anyag van pont ebből kifolyólag, hogy milyen tulajdonságokkal bírjon, mert azt gondolom, hogy nyilván ezt eltávolítjuk ezeket a szőrszálakat hagymástól. Ez a fajta pici érzékenység ott lehet. Ha körültekintően járunk el, figyelünk azokra a szempontokra, amivel minimalizálni tudjuk ezeknek az érzékenységét, illetve hogy megfelelően előkészítjük a bőrt, és itt van mellette az a technológia, amit ugye most már 15 éve folyamatosan csiszolunk, egy úgynevezett mikrovaxing eljárás, ami pont a technológiából adódóan, és nyilván ennek a speciális anyagnak köszönhetően sokkal-sokkal minimálisra tudjuk csökkenteni az érzékenységet. Egyrészt a bőr számára is egy sokkal barátibb és egy humánusabb dolog, és hát ahogyan megélik ezt a vendégek, abszolút az a visszajelzés, hogy hű, hát ha tudtam volna, akkor hamarabb jövök. És ugye, ahogy kiderül, nem csak a szőrtelenítésre kell koncentrálnunk, hanem a szőrtelen előtti pillanatok is fontosak, hogy megnézzük a bőr állapotát, felkészítsük a bőrt, és természetesen az utóávolás is nagyon fontos, hogy ha már egy pici sérülés éri ugye ilyenkor a bőrt, akkor azt is megfelelően kell ápolni, hogy aztán további problémákat elkerüljünk. Nagy Krisztina intim kozmetikussal beszélgettem ebben az órában, köszönjük szépen! Hallgass magyar zenét online is! A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon. Minden magyar! Ez a Petőfi Rádió!